Részben a kikötők megnyitása miatt tartott óriás tüntetést Matteo Salvini Rómában. Az olasz főváros legnagyobb terén gyűltek össze a hatalomból kiszorított korábbi belügyminiszter támogatói. A jövő héttől több olasz tartományban helyhatósági választásokat tartanak. Abban bízik Salvini, hogy ezeken vereséget szenved a bevándorló barát baloldal, és idővel, inkább előbb, mint később meg is bukik a római kormány. Azt ígéri Salvini, hogy ha a jobb oldal hatalomra kerül megint, akkor megállít a csempészhajókat. Az olasz belügyminisztérium adatai szerint szeptemberben csak nem 2400 migráns érkezett az országba tengeri úton. Ez idén eddig a legmagasabb érték havi szinten. A Matteo Salvini vezette bevándorlás ellenes ellenzéki Liga párt már korábban figyelmeztetett. Giuseppe Conte olasz miniszterelnök második kormányának hivatalba lépése óta Olaszország ismét egy migráns invázióval szembesül. Hogy még erőteljesebben hangot adjanak tiltakozásaiknak, az Egyesült Olasz Jobboldal szombaton Matteo Salvini korábbi belügyminiszter felhívására tüntetést szervezett Rómában. Megfogalmazásuk szerint a céljuk, hogy erőt demonstráljanak a keresztény értékek védelme helyett az európai határok migránsok előtti megnyitásával foglalkozó Brüsszelben fogant baloldali kormány ellen. Százezres tömeg érkezett délután a tüntetés helyszínére. Az M1 stábjának nyilatkozó résztvevők egységesen azt mondták, le kell váltani a baloldali kormányt. Azért jöttem el, hogy tiltakozzak a szedett-vedett, összeeszkábált kormány ellen, és éreztessem, hogy Itália készen áll a váltásra, mondta egy férfi. Volt, aki a tarthatatlan migráns helyzetre panaszkodott. A helyzet drámai, legalább annyit akarunk elérni, hogy ismét választhassunk és megfordítsuk a helyzetet, ami jelenleg tragikus. Nyitottak a kikötők, jönnek a migránsok, az emberek az utcákon alszanak, erőszakoskodnak, gyilkolnak. A biztonság a legaggasztóbb, mondta ez a hölgy. Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek nevű párt elnöke beszédében azt mondta, a hazafiak kormányára van szükség a bevándorlás megállításához, és ha szükség van a falakra, akkor fel kell építeni őket. Piazza San Giovanni! A Piazza San Giovanni valaha a baloldal szimbóluma volt. Ma a vörös zászlók helyett itt mindenütt a trikolor lobog, mutatva, hogy a történelem legyőzött titeket, elvtársak. Mi itt az utcán szabadságot követelünk, míg ti, a Demokrata Párt és az öt csillag politikusai a palotákba rejtőztök, mondta Giorgia Meloni. Matteo Salvini arról beszélt, akik valójában alkalmazzák az evangélium és a Biblia tanításait, azok megakadályozzák, hogy a migránsok az embercsempészek kezei közé kerüljenek. Ez a tér nem szélsőségesekkel, hanem büszke olaszokkal van tele. 200 ezer az elit ellen tiltakozó hétköznapi emberrel. A kormányban vannak olyan emberek, akiknek a kezéhez vér tapad, fogalmazott Matteo Salvini. A Liga vezetője hozzátette, az olasz jobboldal készen áll a kormányzásra és az Olaszországot tönkretevő jelenlegi kormányerők leváltására. Most akkor élőben Róma és Sárközi Júlia. Bevallottan erőt akart felmutatni Matteo Salvini, és ugye az a mondás, hogy aki ezt a hatalmas teret megtölti Rómában, az valóban komoly politikai erőt képvisel. Megtelt a tér, mit jelent ez? Jó estét kívánok! Valóban Matteo Salvini szerint mintegy 200 ezeren gyűltek össze Róma egyik legnagyobb terén. Ezt a teret szokták megtölteni azok a pártok, politikai erők Olaszországban, amelyek a kormányzásra készülnek. Ezt tette Silvio Berlusconi, az öt csillag mozgalom, és most Matteo Salvinin volt a sor, aki bebizonyította, hogy képes az olasz jobb középet és jobb oldalt egységbe forrasztani, és koalícióban, ha előrehozott választásokon győzelemre vinni ezeket az erőket. Most már a hátam mögött csak a plakátok maradtak itt, de ez a mai békés demonstráció, amely valóban tömegtüntetés volt, nyomot fog hagyni maga után. Elsősorban a következő hónapokban, amikor a Liga vezetésével az olasz jobbközép megpróbál 9 tartományt bevenni, eddig már 10 tartományban a Liga vezeti a helyhatósági hatóságokat. Most további 9-et próbál meg bevenni, majd kormányzásra is
kormányzást is megpróbálja. Legyetek türelemmel, mondta Matteo Salvini a híveinek. Azért is fontos volt a mai nap, mivel Silvio Berlusconi 25 év után megnevezte utódját, és azt mondta, hogy az olasz jobbközép innen Matteo Salvini vezetésével indul újra. Ami a migrációt illeti, Salvini kijelentette, hogy az olasz jobbközép és az Európai Unió is sokáig arra hivatkozott, hogy a migrációt nem lehet megállítani, de az ő belügyminiszterség alatt egy évig lezárták a kikötőket, és az alatt tényleg csak az érkezett, mondása szerint, aki a háború elől menekült, vagy más jogon erre jogosult volt erre. Minél többen indulnak, annál több lesz a halott a földközi tengeren, mondta Matteo Salvini, aki úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi olasz baloldali kormány kezéhez vér tapad azzal, hogy az embercsempészek hajói tele emberekkel ismét elindította. Üdvözletét küldte a magyar népnek és a lengyel népnek is, és támogatásáról biztosította Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, aki Salvini megfogalmazása szerint jól teszi, hogy védi Magyarországot és a magyarországi határokat. Júlia, nagyon szépen köszönjük. Salvini üzent ide, Magyarországról pedig többen üzentek Olaszországba, Rómába, mert hogy az olasz nagykövetség előtt Budapesten szimpátia tüntetést tartottak. Bajer Zsolt publicista volt a szervező. A felszólalók szerint ugyanúgy, ahogy Orbán Viktor, Matteo Salvini is az erős nemzetek Európájáért harcol. A túloldalon pedig Európa sírásói vannak, akik fel akarják számolni a nemzetállamokat, be akarják hozni a bevándorlókat, és azon dolgoznak, hogy kevert társadalmak legyenek. Az olasz eseményekkel párhuzamosan szimpátiatüntetést tartottak a budapesti olasz nagykövetség előtt is. A résztvevők megtöltötték a Stefánia út azon részét, ahol az olasz külképviselet található. Európában most az a kérdés, hogy képesek lesznek-e a patrióták megvédeni a hazájukat és a nemzeti identitásukat, vagy győznek az idióták, akiknek bármi jó, csak másképpen legyen, mondta a beszédében Bencsik András újságíró, aki olaszul is üzent a jobboldali tüntetőknek. Siamo tutti amici dell'Italia. Mi minnyájon Olaszország barátai vagyunk. Siamo tutti fratelli dell'Italia. Mi minnyájon Olaszország testvérei vagyunk. Hajrá Olaszország, hajrá Magyarország! A nemzethez tartozás és a hazaszeretet, a bátorság és az önfeláldozás és a kereszténység is európai értékek. És nem engedjük meg senkinek, hogy ezt elvegyék tőlünk, mondta beszédében Bajer Zsolt. A publicista hozzátette, az erős nemzetek Európájáért harcol Matteo Salvini és Orbán Viktor is. Vagyis a mi harcunk közös. És ahogy Tűr István ott harcolt Garibaldival az olasz egységért, az erős és egységes olasz nemzetért, úgy kell most nekünk, magyaroknak együtt harcolnunk olasz barátainkkal önmagunkért és az éppen elrablás előtt álló Európáért. Az esemény végén a tüntetők szolidaritásuk jeleként egymás kezét fogva hallgatták meg Giuseppe Verdi Nabucco című művéből a Szabadságkórust.